vagy egyszerűen elhúzzanak a francba. Stadler, aki pontosan ugyanúgy néz ki, mint Furman, meg akarja ostromolni Kézdi vásárhelyet, ami remélhetőleg nem fog neki sikerülni. Komoly létszámfölényben van, de mi védekezünk. És magyar zászló lebeg a város felett, úgyhogy nyerni fogunk. Legalábbis nagyon remélem, mert Kézdi vásárhelyen toborzunk katonákat, és az a hely nekem kell. Itt ücsörögjetek. Mi legyen itt a kis kolozsvári brigáddal. Az első és legfontosabb az, hogy bennek itt ez a Furman, meg ami a kutyának a maradványa. Nem kell ide az egész serege ahhoz, hogy ezeket itt letakarítsa és megszerezze nekünk ezt a két megmaradt települést. Úgyhogy mi itt létre fogunk hozni egy új egységet. Nézzük a hat test részleteket. Ketté lehet osztani az egységeket. Valamiért 2/3-1/3 arányban osztja ketté, de engem igazából nem is szavar. Akkor csinálunk egy új hat testet, amit megkaphat bármelyik tábornok. Ilyen középszarembernek szeretném ezt adni, mivel ez nem fontos, ez a feladat. Mert vegyük észre, hogy az új hat test az mindig minden átpakolt ezred készenlétpontot veszít. Szóval fogjuk ezt a 600-300 nemzetőr. Nem, a 600 nemzetőr. És akkor a budai úr dolga lesz az, hogy itt ezeket a településeket megszerezze nekünk. Ben pedig csatlakozik majd, ha lesz megint mozgáspontja, két kolozsvári társasághoz, akiket én szépen elindítanék Abrud bánya felé. De ez egy hosszabb folyamat része lesz. Van egy 20 000 fős sereg, ha emlékezetlen nem csak Bruckner Antal vezetésével, akiket nem ártana majd komolyan venni. Úgyhogy ez a Bethlen-Cetzben 3-as egyesül, majd fontos, hogy egyesüljenek. Ez még odébb van, ti itt pedig átcsorogjatok. Még majd szerzünk erősítést, ugye. Gál pedig oldja meg, tehát. Ja, és igen, ilyenek is vannak, hogy egy kis lovassági csapat paraszt, és megrohamozza a helyőrség nélküli városokat. És itt van Bruckner, aki nem Bruckner. Akinek most még nincs 77 millió katonája, mindössze ami 5000. És szerencsére nem is bizonyult elégnek. De ez lesz majd még több is. Stadler pedig köcsög módon megfelezte a Kézdi vásárhelyet, amire nem voltam felkészülve. Mint egy erre se. Van csata, amit esetleg meg is nyerünk? Wow! Szállalmasak a magyar szabadságharcosok, erre eddig rájöttük. És ez a vicces, kiűztek minket a városból, de utána már mi nyertünk, tehát hogy nem olyan egyértelmű ez, ez mindkét helyre igaz volt. Úgyhogy nem ilyen egyszerű ez, mint ami ennek talán elsőre tűnt, de akkor haladjuk szépen sorba, budai kolléga, be még ne szálljanak be. Te megoldod ezt egy személyben is, igen. Furmant megfúrjuk. Mindig nem adta fel, de szépen toljuk vissza, Ben pedig megérkezik Kolozsvárra. Bethlen pedig megszerzi nekünk Abrud bányát. Ahol látod, itt van egy 1000 ilyen népfelkelő, aki... Ja, a buffot átrakták ide. Hello, buff. És meg is adták magukat. Népfelkelők tényleg nem húzzák sokáig. Abrud bánya milyenket azt jelenti, hogy az összes román egységnek mínusz 10 morálja és ellátmánya van. Ami kellemes. Ami nem kellemes az, hogy Gált kiűzték Kézdi vásárhelyről. Komolyan Gál mi a fasz. Nem volt szó. A felállást átváltanám támadásra, meg tudnám nézni, hogy milyen esélyekkel foglalnák vissza a várost. Ezzel az a baj, hogy ez a szarság viszont mozgáspontomba került. Mert nincsenek jó esélyeink. És miért sokkal jobb nekem, ha védekezésben vagyok, ha ezek itt meg akarnak engem támadni. Nincs csak ellátmány, készenlét zuhan. Ő egy személyben ezt a problémát mégsem fogja tudni megoldani. Úgyhogy a kolozsvári triászból valakiket majd oda kellene, valakit vagy valakiket oda kellene majd küldeni. Minden esetre azt hiszem egyelőre Bruckner-nek nincs olyan bazi nagy sereg, és hiába volt a kiváló győzelmi esélyünk, csak egy döntetlen sikerült elérni. Ha csak jó győzelmi esélyünk volt, de most megnyertünk, a fene se érti ezt.
Most meg vesztettük a feleséget, ilyes. Szóval nem olyan triviális ez, mint ami ennek az elején talán tűnt. Szóval Temesvár alól nekünk el kell húznunk, ez nem jött össze. Viszont nagy becskereket visszakaptuk. Úgyhogy nem ártana Asbót meg Nagy Sándor seregeit egyesíteni és visszaszerezni. Visszaszerezni, amit itt elveszítettünk. Viszont itt Urbánnak ezt a... nem is tudom kinek, ezt a 800 emberét kicsit lehet szopatni. De a hatalmas veszteségeket senki nem szenved, tehát ugye mondom, hogy sokkal fontosabb, hogy hogyan koordinálod a seregeidet, és ki hol egyesül, és mire csapsz le, és mennyire védtelenek az egyes városok, tehát egy lovas egység látjátok, itt bármelyik településre be tud rontani, és ez részünkről is igaz. Úgyhogy Brassó most nem lesz különösebben védett. Úgyhogy mint ilyen, akkor én fognám is a mi kis huszárainkat, és majd... abba itt a hegyek közé kicsit be vannak szorulva. Nyilván. A ló nem arra van, hogy hegyet másszon. Én ezt teljesen értem, de szerettem volna, hogy ők itt átjussanak. Nem majd a következő körben. Lehet, hogy nekem saját zenével kell helyettesítenem a játékért, mert nagyon gyakran loopol. Te jó Isten! Néhány parasztot megindítottak Székelyudvarhely felé, ezzel majd nem ártana foglalkozni. Na van két adag magyar népfelkelésünk, ami azt jelenti, hogy van 4000 új katonák, de jó! Ja, várjál, népfelkelő. Nem, nem az. De ez a rész jól halad. Budainak a tevékenysége. De adjátok már fel. De ötször zsinórban szétvertük őket, de még mindig nem menekültek el, hanem szépen visszavonultak. Itteni, a két népfelkelő társaságot azt hiszem Székelyudvarhelyre beküldöm, mert erre indítottak néhány rondaságot, és nézzük meg, hogy Benicki, miért arra mentél, te hülye? Igen, csak népfelkelők vannak Brassóban, de őket sem tudjuk megverni, mert nem vagyunk elegem. Hogy a készenlét meg az ellátmány is, nem túl jó hír. Szopatják egymást a különböző résztvevők. Ez egy nagy és veszélyes sereg, ezt ne becsüljük alá, most még nem akkora. Van már 7000 ember. És az ilyen agregált statisztikákat nem mutat nekem, itt manuálisan kell váltogatnom és kiszámolnom, hogy hol mennyien vannak. Hát ez elég fontos lenne, hogy Bethlen beálljon az útba. Vagy üljön be Kolozsvárra. Teljesen mindegy, csak Kolozsvárt ne tudják olyan könnyen megszerezni. Ők már nem tudnak menni sehová. Szerintem üljön be szépen Kolozsvárra. Asbót és Nagy Sándor pedig legyen kedves összefogni. Ostoba szerb galádokat, hogy menekülés felállásban van, ezen majd módosítani kell, mondanom sem kell. Vereséget szenvedettem, és ez nem akadályozta meg, hogy belemeneküljenek egy ellenséges városba és elfoglalják. Itt pedig kis nem elég, hogy kipihente magát, de... én nem fejezte be sikeresen a toborzást, nem baj. Ha sikeresen befejezte a toborzást, akkor jelenthet az elemberrel, elindítom őt is Kolozsvár felé. Kézdi vásárhely elvesztése rendkívül idegesítő. Északon? Keleten nem alakulnak olyan jól a dolgok.
Ez East ugye az kelet-angol és valamiért ez az északról nem azért eszembe, aminek kellene. Közben megint berohantok Abruzz bányára a hülyék. Igen, és ez a 5000 nép felkelő, na hát kiitte volna a faszantalan katonának bizonyul. Hát besétáltak Abruzz bányára, kisétáltak. Igen, besétálunk mi is és kisétálunk, ezen nem fog múlni semmi. Ja, és Brassót, mint látható, egészen védtelenül hagyták, úgyhogy akkor mi ide bejönnénk. Brassó nem elég nagy, hogy katonákat tudjunk termelni, de apró pecsenyének jó lesz. Ezt a kis népfelkelő brigádot pedig szépen szétverjük. Teljesen meg is adták magukat. Nyarod is. Pedig azt szeretnéd, akkor ezt a népfelkelő brigádot én itt lesétáltatnám. Lehet, hogy nem jó, de valamik. Ezt jól megmondtam. De ha már itt sikerült egyet győzni, anyukád esélye kicsi. Itt van veled egy másik egység. Az Asbót különítvény és Nagy Sándor együtt sikeresen visszaszerezte ezt a helyet. És akkor ezt folytassuk is szépen, ti takarodjatok el, meg abban is ezek erődök, ezek a fa alakú hadszögek, fa alakú, fa színű hadszögek. Igen, a fának van alakjakus. Szóval legalább ezt sikerült visszaszerezni, már nagy becskerekre megint besétáltak az idióták. Akkor itt szeretném a huszárokat leválasztani. Hogy a párszor agyonvert Urbán Örben, a jó ég tudja, hogy németesen őt hogy mondják. Seregeitől elköszönjünk. Ti ketten elegendőnek bizonyultok? Igen, akkor Betlent nem is küldeném be. Nem bizonyultatok elegendőnek. Akkor ti adjátok ide ezt a kemény 90 lovast. És a budbánya ismét visszakerült. Betlenék pihenjenek, mert készenléti szintjük elég szar. Ez sajnos mindenki másra is vonatkozik. Úgyhogy majd vissza kellene őket küldeni szerintem Kolozsvárra pihenni, meg védekezni. Tehát mondom, itt nem az a cél, hogy akkor most berontok és elfoglalok mindent, és lejövök ide, és még Bukarest is a miénk lesz. Hanem az, hogy megszerezzük Kolozsvárt, és megtartsuk egyelőre. Konkrétan nem vezetünk, de hát hangsúlyozom, városok és erődök terén. Az ellenfél előnnyel indult. Innen pedig az ég szerelmére. Ti nem adnátok már meg magatokat? Na végre. Úgyhogy akkor Budai elvégezte a dolgát, Budától elég messze, még ezt a helyet szerezze még nekünk, és akkor jók leszünk. Van-e bárki más, akinek kellene utasítást adnom? Mészárost. Hát lemészárolta Abruzzban nem létező védőit, gratulálok neki. Annak is történelmi leírások, minden vicces. Néhány egészen érdekes amúgy. Na, nyilván próbálok kattintani, köszönöm. Te még maradj ott. Toborzás egy hét múlva véget érte, utána lendő akcióba. Körvége. Úristen, jól látom, hogy ott egy értelmes és színvonalas sereg volt Budai mellett. Mindjárt meglátjuk. Szóval kész a 8. magyar honvédezred. Köszönjük, hogy ezt a város visszaadtad nekünk. Hiába küldeném őt Újvidékre, Újvidéket nem lehet elfoglalni ebben a kampányban. Már említettem. Na de gyorsan, amit megragadta a figyelmemet, itt hányan vagytok? Nem tudjuk, de az előbb még láttuk. Igen, kicsi a győzelem esélye. Hát ez szomorú, mert szerettem volna, hogy ez el is a miénk legyen. Valahonnan előhúzott a seggéből egy értelmes sereget, ez eléggé rosszul esik nekem. Itt áthelyezzük az ezredeket, mindenki szépen csatlakozzon ide. Ami látható, mínusz 10 készenléttel jár. Pihenjetek egyet. Mivel, mint látható, készen léttetek nagyjából a béka alfele alatt van.
Nem akarom őrizetlenül hagyni Kolozsvárt, de nagyjából ennyi. Nem akarok itt hagyni sok embert sem. Úgyhogy itt 500 ember vezetésével Incédi úr legyen kedves. Már nem, mindegy, nem is mindenki legyen vissza Kolozsvárra, igen. És majd kipihentétek magatok, ez az egyébként egészen ütőképes sereg, majd szépen bemaladt egyesülés kész. Kis pedig szintén nem kis problémát fog jelenteni, hehe, az osztrákoknak. A nagy kérdés az, hogy itt ti megoldjátok-e a rátok váró nehézséget. Úgy látom, igen, mert Asgóth maga szétveri ezt. Úgyhogy akkor nem is küldenék ide erősítést. Ha elkerülhető. Sőt, ugye nyilván a lovassági egység önmagában áll, akkor nagy távolságokat tud megtenni pancsolval, miénk, ami a szervezetségekkel és moráljáján rongó, de hiába küldöm őket Zimonyba, azt már nem tudják elfoglalni. Zimány Linda most biztos örül. Bernicki majd, vagy Benicki szépen majd ide visszaül, és itt várakozik. Ennyi. És szerintem igazából a nemzetőrök felét legalább el lehet indítani Erdély felé. Kétharmadát. De jó, egyharmadát, legyünk ennyire azért. Egyre azért ne becsüljük alá az itteni Temes és Arad jelentette veszélyt. Úgyhogy Dembinski üljön szépen itt. Pihenős. Nagy Sándorék pedig váltsanak menetre. Hiába küldöm be időket a folyóhoz, meg itt helyen kell átkelni. Ráadásul akkor sem jutnak igazából közel a harci eseményekhez, ha észrevesszük. Itt ez már orosz terület, orosz felhatóság. Tetszük, hogy ennyi török itt még van Belgrád, de ők nyilván nem játszanak. De nem akarom, hogy itt ezekbe beakadjanak, úgyhogy azt hiszem, akkor ti menjetek nagyon-nagyon körbe. Itt lesznek seregek, az oroszok beszállnak a műsorba. Legyen ez a fél megoldás, kikerüljük Temesvárt, Déva. Oké, van-e bárki más, akinek utasítást kellene adni? Budai úr. Én nagyon szeretném ezt a helyet elfoglalni, de 1000%, hogy ennek a zárán fog történni. Plusz lehet, hogy ott is vannak katonák, úgyhogy csücs ide és védekezés, reménykedjük, hogy az elég nagy bizony. Mészáros csücs, 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 csücs. Itt igen vannak az erődökben néhány ágyú, de annyi elég is, tehát ezek jelképes egységek most. Ti pihenjetek, aztán megpróbálj kézdi vásárhelyt visszaszerezni. Pihi, pihi, pihi. Pihi, aha, na neked nem pihi. Na. Neked nem pihi. Te menetre váltasz, és szépen, akkor ugye megválaszoltuk, hogy itt nincs rá szükség, jelenállás szerint. Mindjárt meg szépen Kolozsvárt. Vannak ágyúik és, ahol látom, vérteseik, a kettő együtt elég sok. Úgyhogy az 500 embernél mégis többre van szükség ott, amit most nem biztos, hogy tudok neki biztosítani. Ne ugass, kutya! Viszont Kolozsváron elkészült a nemzetőr lovasság, tehát itt most van egy szépen bazinos seregünk. És akkor az összeset szerintem egyszerűen bem alatt egyesítjük. Vagy nem is az összeset, mert egy adag katonát itt fogok hagyni. De Cettől kérünk mindenkit, meg Betlentől is. Incédi pedig itt marad a 400 emberével. És ez még mindig csak 9000 ember, tehát majd szükség lesz. Kis Sándor szállította több mint 6000 használható emberre, és ez viszont így már együttőképes kis csapat. Nagy Sanyi megközelíti Dévát, hangsúlyozom, Déva vár, tehát nem tudjuk bevenni azzal, hogy csak átsétál. Szintén kiváló győzelmi esélyünk vannak itt, a Ramberg ellen.
túl messzire azért nem menjünk majd, ó, megadták magukat, nagyszerű. És zsákmányoltunk nem ilyen látmányt, ágyukat is tudom zsákmányolni, nagyon hasznos tud lenni. Csics. Tehát a 16 ágyúért, hogy nem csinálok semmit, nagy kár, de... hangsúlyozom, itt azért vannak katonák. Maradjanak is itt. De az 58 készenléttel ti még pihenjetek egyet. Megnézzük vissza, tudjuk-e szerezni egy népfelkelő segítségével kézdi vásárhelyet. Én ezt valahogy kétlem, de meglátjuk. Ők meg elindultak megint Brassó felé. Budai könnyen lehet, hogy meg kell, hogy majd adja magát, de egyelőre még nem tudtak. Kossuth Bem támorában plusz 15 morál. Ez jó hír. Itt egy ellenséges sereg, amit majd meg kell, hogy ők. Szóval Brassó az apró pecsenyével együtt majdnem visszafoglalásra kerül, de egy cetsz akkor megkapja a huszárokat. Nélküle is kiváló esélyeink vannak, mert itt buff meg itt elteleportált. Szépen küldtük őket a francba. Mondjuk ez 5000 ember, tehát az 500 lovas itt nem fog segíteni. És van egy sanda gyarom, hogy ez a 10000 népfelkelő sem fog őket feltartóztatni, de őszintén, ha visszacseréljük Brassót kézdivásárhelyre, nekem azt tetszik. Nemzetűrezvet pont elég, az gyorsan elkészül. Bem nevetséges mennyiségű katonával nem tud támadni, akkor védekezés. Most kidobtunk 15 izépontot az ablakon. Nagy Sándor, kössön ki Abrudbányán és pihenjen, én tőle csak ennyit kérek. Itt már cseki a győzelmi esélyünk, mert itt egy másik sereg. Gyere szépen vissza. Elvégezted a dolgodat igazából, tehát... szerveket megfosztottuk a bázisuktól, ez teljesen elegendő is. Nem tudtok most támadni, ti ide jöttetek, Budai vonuljon vissza. Neki nem ártana majd valamilyen erősítés egyébként. Itt még majd lesznek harcok, de ez akkor ennyi volt, mindenhol toborzunk, ugye? Igen. 4-7 mindenütt minden. Na, és néhány paraszt megint elmentzék egy udvar helyre. Sok paraszt elment oda. Nem meglepő módon az 500 lovas nem tudott 5000 embert feltartóztatni. Nem meglepő módon ő sem ment semmire. Na, de már az oroszok. 12000 emberrel, és leverték az én nagy seregemet, ami ijesztő fejlemény, mit nem mondjak. Erre nem voltam felkészülve. Rohadékok. Szóval ez nem volt a legjobb kör, ebben azt hiszem egyetérthetünk. A Kolozsvár elvesztése azt is jelenti, hogy az ott termelendő katonákat ugye nem kapjuk meg. Székelyudvarhelyi ellenállás szerint egyre nem fogok, Beszterce sem a miénk. Jobb, mint a másik. Te pihelj, mert ellenállás szerint ezzel a készenléttel használhatatlan vagy. Ti is pihentek, jó? Igen, Brassót ezektől nem fogjuk visszafoglalni. Legalább ezt a helyet próbáld megtartani, te pedig szerintem ezeket a népfelkelő barmokat tudod le tudod ütni, ugye. Igen. Neked bárki megy. Köszönjük szépen. Másodjára már döntetlen lett, és késsel szemléltük elég szar. Na, pedig őket szerettem volna arra használni, hogy Besztercét megszerezzék. Tulajdonképpen ő már egy cári szárnysegéd, tehát... kikigele.
februárban átkel a Kárpátokon, ő viszont valamikor nem ártana vereséget szenvednie be, amitől nem hiteles kép, igen, ez a standard orosz katonai vezető. De érdekes módon jó esélyeik vannak Kolozsvárt visszafogni, úgyhogy látszik egyszerűen csak nagyon megszívtuk, amikor nyertünk. Ez pedig azt jelenti, hogy mindjárt látjuk, hogy az itteni toborzás teljesen újra kell kezdeni. Ami kellemetlen. Jelenállás szerint nagyjából legál, ami nem a cél. A cél az, hogy... hát májusig még azért van idő, de ennél kicsit jobb. De Bem remélhetőleg akkor ezt a sereget vissza tudja verni. Valami kis egységgel itt rendet rakunk. A kézdivásárhelyi szituáció egészen szar viszont. Legalább a szervekkel rendet rakunk. Tömtetlen, megint pár száz ember halt csak meg. A fejed döntetlen. Elmenekültek a hegyekbe, nevetséges. Nem volt elég mozgáspontjuk, hogy most visszaszerezzék Bestercét, tehát egyelőre nem kínoznám meg őket ezzel. Ez a csapat jelenleg használhatatlan, hát elég sokat gyalogoltak. Pedig rájuk bíznám hosszabb távon ezt a Bestercet, Dornavatra, kombót. Bár lehet, hogy Cetsz lesz az, mert ez a sereg, ami itt budai kékat elkezdte üldözni, már Kolozsvárnál jár. Hát, hogy Mészárosnak ezt a 90 lovasát elküldem egy különleges küldetésre. Egyszerűen nem teljesen végtelen. Franc. Hogy áll az itteni toborzás? 2 hét. Jó, akkor 2 hétig remélhetőleg ők még nem támadnak. Egy csíkszered egyelőre, mindenki róla. Asbóth szerintem innen mellőzhető, itt elindultak ezek a csapatok, ugye megint az erdélyi konc felé, és szerintem neki is ez a dolga. Ezzel a 2000 emberrel. És igazából szerintem ő egy elég jó tábornok, nem értem miért nem használjuk. Kicsit meggyengíthetjük az aradios csomlókat, mivel mondom, az itteni seregek elindultak másfelé. Itt legyél olyan kedves, egyesülj majd Asbóttal, tehát Asbót egyesüljön majd veled. És nyújtsatok itt asszisztenciát. Reméljük megérkeznek időben. De már 10 000 embert megölni egy adag lovas akartam mondani, de így látom nem támadtak. Skarjatin újra itt van, újra nem jutott velünk semmire. Teljesen ugyanaz a harcérték. A két sereg jelen áll szerint megegyezik, visszavonulta. Ó, az oroszok. Ezek már valódi katonák. Csodálatos, és mint ilyen nyertek is. Kolera járvány bevéknél, és ez 670 emberbe került. Székelyudvarhely, újabb népfelkelés, hát hurrá. 77 millió népfelkelés, ha lenne elég annyira használhatatlanak. Na, ti menjetek el szépen akkor a kicsit jobb tábornokhoz. Aki majd szépen elindul erre. Veletek mi legyen? Túl sok embert nem küldhetek el. Uff, visszavonul. Van olyan is. Mennyit tudsz meg visszavonulni? De visszavonult 2-szer egymás után, miért nem tudnak visszamenni ide. Hát na most ezért elveszítjük Kolozsvárt, ez kínos. Ezért egyáltalán nem érte meg. Szóval és nem is a Leiningen sereg volt, ami elszedte tőlünk kézdivásárhelyet, hanem a rohadt oroszok.
A buff mindenhol ott van. Látok, itt van szükség. Tizenháromezer ember, de nem érnek semmit. Elbetlen kéne, hogy lejlomt lovassági a lovasnak. Ezt a száz rosszanak fős helyőséget szépen megvertük. Ez azt jelenti, hogy nagy sándorra nem fogjuk rávízni, ezt nem lesz rá szükség. Cetsz meg Betlen remélhetőleg elég lesz, mert itt már, tehát itt van Wuff meg Rolf, más értelmi sereg itt nem lesz. Ez volt az a sereg, amit Budaiék az visszaverte, és most Marosvásárhely, legyünk őszinték, mondjuk kiüldözte őket. Úgyhogy így viszont téged a kolozsvári társasághoz szeretnélek majd hozzáadni. Reméljük elég lesz. Rassóra hasadhatom. Scarlet King is szabadult előtt. Jövő egység. Plusz 2000 lovas, az egész szép. Na, őket szétvertük már végre. Megadnátok végre magatokat? Hányszor kell még megölni titeket? Négyszer. Jó, végre megadták magukat. Akkor Cetsz végre megnyugodhat, vagy nyugovóra térhet, Betlen majd őket bekeríti és megöli. Ez azt jelenti, hogy a térkép ezen részén nem lesz más osztrák sereg. Fogalmunk sincs, hogy ez az orosz csapat mekkora erőt képvisel. Mészárosék jöjjenek vissza, amint tudnak. Igen, ezek a... Ezek azok a népfelkelő szervek, akik elhúztak arról a frontról. És szerintem hiába van fele annyi emberünk. Ők elegendőnek bizonyulnak majd a megállításukra. Hoz. Buffékon is van már még egyet. Nem viszem egy Kolozsvárra, mondanom sem kell. Kolozsvár megtartása elég fontos. Budaiék itt semmi konkrét veszélyel nem kell szembenézni, inkább Székely útban helyet védjük, mert van egy sandarium, de be fognak küldeni a lovas. És ha már Székely útban hely, hiszen egy kételen leszek gárd is ide küldem. Elég gáz, hogy az orosz kezekbe került. Azt hittétek mi? Nem. Tanulság az oroszokról hagyjanak meg. Eléggé ők jelentik most a problémát. Viszont, mint már említettem, legalább itt rend van. Ez azt jelenti, hogy hát, ha Betlen őket majd megöli, akkor én inkább nem is tudom, mi legyen. Engelhártot valakinek meg kell állítania. Remélem, a 2000 lovas elég segítség lesz. De valahogy kétlen. Keleten nem állunk nyerésre, az biztos. De
Hát látjátok, kiabáltunk hát Rádével, nem történt semmi. Gyulafehérvár ott iszonyatosan nagy mennyiségű ellenség lesz, az biztos. De én nagy szemre tartok igazából. Most üresen hagyjuk Kolozsvárt, mert nincs aki berontson. Nincs ahonnan beronthatna. Itt már semmilyen harci esemény nincs, ez jó. Maradjon is így. Március lett. Mint már sokszor fogjátok még hallani, ha az oroszok nem avatkoznának be, tök jól állnánk. De egy váratlan manőverre nagy szemben előtt terem, megveri a Skarjas hidandárt és beveszi a választ. Hát, hát itt nem Bendesz, aki ezt csinálja, de hasonlít előre. 7000 emberük van 18000 helyett, de kicsi esélyünk van, hogy megverjük őket. Ez kellemetlen, akkor vissza Kolozsvára. De a fő probléma ugye itt van. Az itt megállíthatatlanul paraszt oroszok. Lovas kontra lovas csatát itt legalább megjelik, mert Szokolovék nincsenek túl sokan. Még arra akarok vigyázni, hogy nem foglalják el egyik várost sem, a többé mindegy. Fogordást illeti, 2 és 3. Jó. Kézdivásárhely továbbra is nagyon hiányzik. Átvettük a vezetést, de nem sokkal, nem eléggel. És ez az orosz csapat ide csúnyább magasságokba érkezik. És valamit kezdeni kellene velük. Ja, be oda menne őket szétverni, de... ki más dolga van. Kurva lég szalannak el. Nehogy már, azért. Nagyon hasonló a két sereg harcértéke, ami itt nem lesz elmondható. Ezt tehát 80 és 90, konkrétan nyert. Oh, oké. Okay. Abrudbánya román népfelkelés. Szóval Mészáros kidobta egy halom tajparaszt. Őt pedig itt szépen, hát elállták az utunkat. Hát azt mondom, hogy támadj, akkor az nem túl ígéretes. Őket meg sem tudja támadni Puchnert. Puchner alatt most csak 4000 ember van, az nem olyan sok. Hát akkor nagy szeben bevenni nem fogjuk. Lehet neked az a dolgot, hogy visszaszerezd a bányát? Te védekezzél. Eléggé kellemetlen fejlemény. Na, Sikszeredát kérnem vissza. Köszönöm. Legalább ennyi jó hírünk van. Igaz, hogy őrizzük Kolozsvárt. Puchner most már orosz egységeket visz, fantasztikus. Kilencvenen mit csináljatok? Jelképes helyőrségnek voltatok jó. Másnak nem. Tudhatok, kézivásárhely visszaszerzéséről el kell felejtkezni. Na már Leininger is itt van. Mert az oroszok nem voltak bőven elég emberek. Pedig az a... Igen, ez a sereg egy kicsit jobb, mint gondoltam. Ez a 3626 ember, ez valódi. Nem csak parasztok, hanem ténylegesen osztrák katonák.
az Istenért szaladtál ki a Brut bányából, én visszajöhessek? Oké. Okay. Kösz. Szóval mielőtt őt itt teljesen felmorzsolnák, korlátozott ellátmájával és minden, aztán kénytelenek ide leküldeni egyszer csak, hogy elfoglalja a várost, és itt meg tudjon tudni. Ez nem egy nagy szeben, de megteszi, ha úgy alakul. Bemnek alig van mozgáspontja ennyi készenléttel. Ami nem jó hír, mert... Ilyen szerint elküldeném Marosvásárhelyre. Azt az apróságot leszámítva, hogy nekünk, de ezt egy négyet ők vesztettek hatot, hát ő aztán nagyon megérte. Nagyon komoly csata. Nagyon morál 100-ról felment 100-ra. Elletek mi legyen? Ez Skarjatyint 55 ágyújuk van, azért nem nagyon tudjuk megverni. Hát a budai nagyon hosszas kitérő után visszatért a Demakó seregé zászlaja alá, úgy tűnik. Ezt 2000 embert lehetett valami értelmesebbről is használni, de lehet, hogy a népfelkelés megakadályozzák egyébként a szervekét. Elég lesz már. Addig számítanak ezek a települések, akiknél vannak. Ah, megállítottuk Leiningent. Ezzel a 40 harc értékű fossak, van 170. Néha vannak ilyen váratlan fordulatok, ami csökkentette az osztrák lelkesedést. Nem már ezek ellen a szarok ellen veszik ő. Kolozsváron újabb toborzás ér véget sikerrel. Na nézzük, te el tudsz-e fogalni magadnak egy városra is legkülön. Nem érsz el a városig, de jó, ez egy kis probléma. Viszont legalább egy csomó sereget elvontunk Kolozsváról, úgyhogy talán... Hát így a pihenjetek egy kicsit rátok főt. Akkor Bemnek itt Leiningent kellene megállítania. És valamiféle visszafoglalást megindítani. Zárójelben megjegyzem, szerintem kézi vásárhely most nem különösebben védett. Mert te át tudnál kelni ezen a folyón, de azt hiszem nem fogsz tudni hét hiány. Pedig legyél kedves Bestercét visszaszerezni, jó? 1000 lovas kellene nekünk máshol. Nevelük ne szálljál harcba. De Marosvásár helyett talán az ő segít alól kiszedheted. Három ezer ember pedig sürgősen meneteljen Kolozsvárra, jó? Itt ilyen kis középszar katonai vezetőkre van bízva Kolozsvár védelme, most hát ez van. Sati Mirovics pedig szépen visszaért a szerb frontra, nevezzük így. Akkor csücs ide, jó? Nem jutottál oda, mert szerettem volna, hogy eljuss. De remélhetőleg itt akkor megállj tudsz nekik parancsolni. A Marosvásárhelyi erőség elmehet a francba. Ahogy a Bestercei nem létező is. Ahogy Leiningenék is, mert ez már jobban tetszik. Uráváltozás mínusz 78. Leiningen seleges a szar, de ebben mély iszonyat. És csinálkozunk egy ágyút, illetve az egyik egységük meg is adta magát. Ez kellemes, úgyhogy lehet, hogy még itt vissza tudjuk szerezni, ami ilyenk volt. Nincs sok időnk, két hét múlva vége itt a kis harcnak. Nem sok idő. Azt jelenti, hogy téged egyszerűen mindenkit szépen idehoznék. Tudnélik. Ez a most már normális sorkatonai egységeket is tartalmazó egység, ugyanis még a végén hasznosat csinál. Itt hibáztam egyet. Nem kellett volna mindenkit elküldeni. És csak új egység, csak egy dolog gyalogos. Szép kéne osztanom. Nem kellett volna mindenkit kiküldenem a radról, mert most begyalogolnak. Ups.
többit szeretném, mint a Stratibriovics féle hülyék ellen küldeni majd. 11 000 ember. Ebből 4500 orosz. Ami sok. Jó, te megőrzöd ezt a helyet, én ezzel már önmagában elégedett vagyok. Akkor következik a Leningen további szétszopatása, amit én nagyon támogatok. 27 ellátmányát segít, hogy tovább nyomuljunk. Letlen pedig abban biztos, hogy innen kijöttek a Leningen vereségeit meglátva, de nem. És egy nagyon korrekt 16 000 fős sereg, de már nem lesz időnk nagyon elküldni őket sehová. Megnyugodtunk nagy szeden felé, de egy hetünk van, ami meg kevés. Arra is kevés, hogy itt... vissza. Hát itt amúgy sem tudnánk ezt a 11 000 embert megállítani, de... Bár úgy iszonyatos mennyiségű győzelmi pontunk lett, ami azt hiszem egyértelműen itt Leiningenék szétverésének köszönhető. Földrajzilag olyan nagy előrelépéseket nem tettünk. Jó, azt a 200 lovas, jó, hát 100 lovast vesztettünk, ez elég sok. Nem maradás. Román hír, nem hírfelkelés, népfelkelés, és ez az utolsó hét. Még egy párszor üssük agyon Leiningent. Székelyudvarhely visszafoglalásáig azt hiszem már nem jutunk el, de az, hogy ezt a sereget ennyire megruháztuk, konkrétan 626 lovas és 5 ágyú maradt. Iszonyatos mennyiségű, 33 ágyú van már emesekben, egy csomót elfogtunk, és emberek rengetegen megadták magukat. Ami hasznos. Karjatjén, hát nagy szebe eléggé meg van védő, azt nem fogjuk tűnni csak úgy elfoglalni. A brut bányát vissza tudjuk szerezni azért. De azért nem mindenkit szeretnék oda küldeni. Nem fogjuk tudni visszaszerezni. Ja, franc. De remélhetőleg elég nagy a pontkülönbség ahhoz, hogy győzelemmel felérő vereséget szenvedjünk, mert földrajzilag olyan nagy haladást nem értünk el. Vissza tudod foglalni ezt a helyet a népfelkelőktől? Nem, de próbáld meg. Na, 8 ember meghalt és elszaladtak. Jó. Minusz 10 morál a szerveknek, én ezt teljes mértékben támogatom. Gál pedig itt védekezzen. Jó. Szóval... kérdés, elég nagy marad a pontkülönbség, be mit szépen, hát őt szépen szétverte, és ez jó hír, igazából lenne most még sok hetünk, akkor Kolozsvár nincs közvetlen veszélyben, azért Székelyudvarhely, Brassó, Kézdivásárhely vissza tudnák őket szorítani. Ami kellemes lenne, de a kampány itt most véget ér. A tornagot lehet visszafoglalt a fúrva, rohadék. Nem vagyok ott, hogy lecsapok időben, még a Brut bányáról is lemaradtunk. Igen. Nem lehet semmi urbánus stratégiájával. De hogyha nincs vége a kampánynak? Május végén van vége? Vagy május első hetében? Jó! Én ennek örülök, mert már végén számoltam, de ez azt jelenti, hogy Bem el fog jutni Székelyudvarhelyhez. És meg is tudja támadni. Szokoló minimális helyőrségét eltakarítva. Nem tudom, hogy Brassóban mennyien lehetnek most. Már nem is fogjuk megtudni, szeretném visszaszerni a bányát. Tök produktív fejlemények. Hát te itt ragadtál. Ez van. Szóval elvesztettük Kézdivásárhelyet. De megszereztük Kolozsvárt és Vesztercét. Valamint elfoglaltuk Pancsovát. Ennyi a háború mérlege, ami a földrajzi változásokat illeti. Kézdivásárhely elvesztése elég csúnya. De ami a veszteségeket illeti, azért ez kicsit szebb képet mutat, tehát... plusz 20 ágyú, plusz 6000 gyalogság, plusz 500 lovasság az osztrák veszteségek, császári veszteségek.
Észáros átküzdöm Bestercére, hát ez a barom megpróbál ide gyalogolni. Hát a barom ide gyalogol. Nézd már. Azt te hogy nyerted meg? Vértesek elég durvák, vagy nem láttátok, hogy mennyi időket fejlesztem. 6 helyett valami 12 hét vértesek egyáltalán, és elég sokan vannak. Értem, most megnézzük a toborzó képernyőt, ha én most szeretnék toborozni vértes ezredet, az 12 hét. Úgyhogy abból van nekik 1000, ha jól láttam. Ami nem rossz. De ebben az, aki itt most jó teljesítmény nyújt. Zsákmány ellátmányt, az orosz sorezred megadja magát. Kik vannak Brassóban? Brassóban nincs nagy védősereg. Betlen maga elég volt, hogy visszaszerezze nekünk Brassót, ami a románoknak rossz hír. Egyben csökkentett az osztrák lelkesedés, szóval lehet, hogy még Bem szépen visszaít ide. Még mindig nem tudjuk hányan vannak. Nem is tudom őket megtalálni, nincsenek szomszédos mezőn. De arra pont jó, hogy ez a sereg itt seggeljen. És ne csináljon semmi hasznosat. Már elfoglalt egy város. Stratimirov is itt csak farkas szemet néz. Én ezt támogatom. Mit tudunk még csinálni, ami hasznos? Hát Mészáros ugyan itt. Dornabatrát visszaszerezni nem tudjuk, mert ott lesz az itt van egy sereg. Hát Cetsz húzzon vissza ide. Énekezzel. Nem tudom, Szkarjatyin, hogy az Istenben nyeri, de hát akkor vigyázzunk. Szerencsére jön egy újabb lovas egység. Nem új helyet akarok, hanem áthelyezni. Egy már 19 ezeren vannak, ami kicsit több, és remélhetőleg elég is lesz. Anyátok! A sunyi lovas egységek! De még a gyalogság is odaért, úgyhogy ez igazából az egy hibám. Na, 20 ezer ember állítsa már meg őket, na azért. Kicsit többen vannak, mint az előbb. És ez növelte a magyar lelkesedés. Újra próbálkozik. Újra megszívta. És zsákmányoltunk egy ágyút, ami nem is rossz. Ami rossz az az, hogy Marosvásárhely nem a vilénk, akkor mostantól számítva van két hetünk. Bem akkor rövénybe. Nem tudjuk meg, hogy hányan vannak. Itt egy újabb orosz sereg, van egy Sandorin, ez egy teljes értékű verzió. Betlen... Itt arra van, hogy szopassan. Ha ez a sereg egy körrel később ér Brassóra, időt nyerve Bemnek, hogy visszaszerezze kézdi vásárhelyet, azt én teljesen támogatom. Ramberget szerintem akkor ti... Lehet meg is tudjátok támadni ezt a kb. 3000 embert, de ezt meglátjuk. Ceci jó esélyekkel támadja meg Szkarjatyint, ami tetszik, de amit én inkább szeretnék, az az, hogy valami lovas emberünk külön ért a lovakhoz. Nem. Hiába kattint a szíves, és nem rendezi képességek szerint. Túl egyszerű lenne. Látható elég sok a sablónkép, de hát ez van. Akkor Asbótnak odaadjuk az egyik... A nemzetőrlovasságot, azt hiszem a huszárezred maradjon a fősereggel. Kérjük vissza Marosvásárhelyet, köszönöm. Furman. Fúr engem állandóan. De az a baj, hogy most Kolozsvár üres. De legalább újra csatát nyertünk, ami pont szám terén egyre szebb és szebb. Asbót tud támadni újra? Nem. Nem messzire se tud menni. Jó. A brut bányát nem foglalták, hiszen nem volt román népfelkelés. Oké, akkor vége. Visszavonulnak. Teljesen visszavonulnak, ez jó hír. Magyar népfelkelés nagy váradalom. Szép.
És még kézdivásárhelyet is visszaszereztük, és itt megadják magukat. Fantasztikus. Akkor ez a hadjárat egy hónappal ezelőtt még sokkal rosszabbul nézett ki, de aztán bem kirontott Kolozsvárról, és neki látott a szarrászopatás hadműveletnek. És igazából itt is meg tudunk ölni néhány hülye népfelkelőt. És amit titeket illet, itt is kiváló esélyetek van, úgyhogy igazából itt feleslegesen ültetek itt ennyit. Ők ott nem támadnak, itt béke van. Új kétség már nem fog elkészülni se Kolozsváron, se Kézdivásárhelyen, úgyhogy akár hülyeségből is termelhetünk két vértes, de hát hajrá. De visszafoglalva. Ami azt érti, a pontszámok elszálltak, szerencsére. És nem is tudnak berontani sehová, az utolsó percben elfoglalják. Van helyőrség, túl messze van. Túl messze van. Nagyszerűen nem a miénk. Jó. Abrut bányát elveszíthetjük, és kész. De nem tudom, miért vártál itt egy 10 000 ember, hogy átkelj a folyón, de örülök, hogy megtetted, szóval egy totális magyar győzelem. Éljen és hurrá. De hát ez volt az első kampány. Ebből még lesz egy pár. Remélem jól szórakoztatok. Le az osztrákokkal, és innen folytatjuk legközelebb.